Köszöntjük Önöket a Gépház második adásában. Mai műsorunkban többek között a monitorról, billentyűzetről és egérről lesz szó. Tartsanak ma is velünk! Egy átlagos számítógép elvé leülve általában egy monitorral, egy billentyűzettel és egy egérrel találkozunk, és a legtöbb esetben ezt hangfal vagy fejhallgató egészíti ki. Monitorokból a legelterjedtebbek a CRT és LCD típusok, míg az LCD típusok ergonómiailag elfogadhatóbbak, a CRT típus terjedt el az otthonokban olcsóbb ára miatt. Egerekből a legelterjedtebbek a két és öt gombos kiszerelések, melyeknél a középső gombot egy görgő helyettesíti, ezzel plusz funkciókat szolgáltatva. Két típus különböztetünk meg, a golyós és az optikai egereket. Utóbbiakban a golyó hiányával nem kell takarítani. Billentyűzetekből manapság nagyon sokféle kapható, akár multimédiás is, amely több funkciógomb található, mint a simákon. A billentyűzeteknél nagyon fontos az ergonómiai kiépítettség a hosszú, távú, kényelmes és egészséges használat miatt. A hangfalak és fejhallgatók esetében legelterjedtebb a sztereó, de kapható már 5 vagy több csatornás kiszerelés is. A hang minőségét a hangkártya is befolyásolja. Milyen monitort érdemes választani? A monitorok azok mindig is népszerűek voltak, és mindig is központban voltak, hiszen szó szerint ő a leglátványosabb a számítógépek alkatrészei között. Mindent azon keresztül látunk, és így kiváltképp fontos, hogy olyan monitort sikerüljön kiválasztani, ami az embert kevésbé fárasztja, ergonómiailag a lehető legjobban illeszkedik hozzá. Hosszú ideig az átlag felhasználó számára az úgynevezett katódsugárcsöves, röviden CRT monitorok voltak elérhetőek. Ezek kicsit hasonló elven működtek, mint a televízió, elég nagy helyet foglaltak, hatalmas fogyasztása volt, és természetesen ennek ellenére mégis az áruk olyan alacsony volt, hogy ezt érte meg vásárolni. Sok esetben még ma is a felhasználók emellett döntenek, hiszen azért az 50 000 forint alatti ár elég meggyőző az esetek többségében. A másik monitor, az úgynevezett lapos monitor, a hétköznapi szóhasználattal hivatalosan a folyadék kristályos monitorok kezdték ezt a pályát bejárni, utána vékony film tranzisztoros monitoroknak is nevezik őket, röviden TFT-knek. A következő generáció lett igazán népszerű a felhasználóknál. Ezek a TFT monitorok, vagy vékony film tranzisztoros monitorok sokkal nagyobb képernyő átlót tudnak adni, sokkal kisebb helyet foglalnak, sokkal kisebb a fogyasztásuk, és ma már szívesen vásárolják őket. Egy kicsit még borsos az áruk, de már 100 000 forint alatt kaphatók ilyen készülékek. Na most mondhatnánk azt, hogy miért dönt az ember emellett vagy amellett. A TFT monitorok, vagyis a lapos monitorok, azok valójában minden paraméterükben jobbak, ami az ergonómiai, a térkihasználás és az áramfogyasztási mutatókat jelenti. Ugyanakkor, aki szereti a játékprogramokat a gyors képváltáshoz, vagy egy esetleges filmnézéshez, mégis a CRT monitorok képessége az egy kicsit megbízhatóbb. Na most a fejlesztés az folyamatosan folyik, tehát a lapos monitorokat, a TFT monitorokat is próbálják olyan tulajdonságokkal felruházni, hogy az emberek valóban azt kapják vissza, amit a másik régi monitoron keresztül. Ennek ellenére, amíg az ár nem lesz kiegyenlítődött, addig valószínűleg nem válható nagy változás. Hát a monitorgyártók már 2000-re várták a nagy változást, hogy akkor már sokkal több ilyen TFT monitort adnak el, de sajnos ez nem következett be. Nyilván ennek nagyon sok oka van. Az biztosan elmondható ugyanakkor, hogyha az ember a saját szervezetét szeretné védeni, akkor az ergonómiai szempontoknak sokkal jobban megfelelnek a TFT monitorok.
Hogyan működik a számítógép hangja? Hát az egész az úgy kezdődött, hogy sokak számára a hangot a számítógépe épített kicsi kis hangszóró jelezte, ami nagyon-nagyon szűk tartományban volt képes kielégíteni a felhasználókat. Igazából a játékhoz tartozó egy-két effektus, néhány hibajelzés, csíp és máson kívül nem nagyon volt élvezhető. Aztán később megjelentek a hangkártyák. A hangkártyák segítségével a hang az élvezhetővé kezdett válni, de itt az, hogy milyen hangkártyát vásárolt az ember, régen nagyon meghatározó volt. Ma már ott tartunk, hogy valójában a legolcsóbb hangkártyával is viszonylag élvezhető a zenehallgatás. A drágább hangkártyák pedig kifejezetten már a szórakoztatóiparhoz csatlakoznak, tehát az ember olyan hangeffektusokat, olyan hanghatásokat érhet el, amit a megfelelő számú hangszórók vissza tudnak adni. Hát ezek típusa és a hangszórók száma folyamatosan változik, így nyilvánvaló hangkártyáknak is ezeket a képességeket támogatniuk kell. Itt megint egy nagyon nagy döntő erő van, az ár. Nyilvánvalóan jobb képességű hangkártyák azok drágábbak. Azért el kell azt mondani, hogy a mai alaplapok már tartalmazzák a hangkártyát, tehát az átlag felhasználó számára egy egyszerű zenehallgatáshoz vagy videónézéshez, hogyha megfelel a sztereó minőség, akkor azok is tökéletesek. Beszéljünk egy kicsit a két legnépszerűbb bemeneti eszközről, a billentyűzetről és az egérről. A két legnépszerűbb beviteli eszköz valóban a billentyűzet és az egér, de itt hagyd menjek egy kicsit vissza a múltba, régen még mindenféle kapcsolótáblákkal, mint egy telefonos kisasszony, amit a filmekből ismerhetünk, állították be a bemenő paramétereket, tehát a bemenő adatokat. Manapság valóban a billentyűzet és az egér a legnépszerűbb, és valószínűleg a jövő az az lesz, hogy hangorientáltan fogjuk tudni vezérelni a számítógépeket, tehát egész egyszerűen belebeszélünk egy mikrofonba, és így végrehajtják a parancsainkat. Belebeszélünk a mikrofonba, és leírják azt, amit diktálunk nekik. Ez már nem olyan távoli jövő, erre nagyon sok alkalmazás már ma is képes. A képességekben korlátozott embertársaink már használják is ezeket a programokat. A mindennapos megjelenésük még az egy kicsit távolabbi. Az egér és a billentyűzet sokaknak egy olcsó eszközt jelent, amit a legegyszerűbben megúszhatnak a számítógépes berendezések közül, a számítógéphez kapcsolódó berendezések közül, és természetesen úgy döntenek sokan, hogy ebből nem kell komolyat vásárolni. Való igaz, hogyha napi fél órát használja az ember, vagy egy-két órát, akkor nem lényeges, hogy odafigyeljünk különösen erre a két eszközre, de ha hosszabb távú gépelésre, vagy pedig az egérrel komolyabb munkára, képszerkesztésre vagyunk képesek, és rászánjuk az időt naponta sok órán keresztül, akkor nem szabad sajnálni a plusz összeget az emberrendezések ergonomikus változatáért. Na most az ergonómia az azt jelenti, hogy a testünkhöz sokkal jobban alkalmazkodik, mintha nem ergonomikus lenne. A csuklunk az általában messze nem úgy képes hajlani, mint ahogy az egyszerű olcsó billentyűzetek szeretnék. Ehhez egy nagyon kényelmes eszköz a csuklótámasz, amit érdemes beszerezni a billentyűzethez. Az egérnél szintén ugyanez a probléma, hogyha nem a felhasználó kezéhez alkalmazkodik, akkor bizony elfárad, és hosszú távon ez már a nyugati országokban megfigyelhető bizonyos munkahelyeken egészségügyi károsodásokhoz is vezethet. Egy átlagos felhasználó milyen nyomtatót válasszon? Hát az adatok megjelenítése az mindig is kivált kép fontos volt. A kezdeti néhány lámpás kijelző az természetesen ma már nevetséges lenne. Úgyhogy a nyomtatók azok nagyon hamar népszerűvé váltak, és az ember mindig is szerette nyomtatásban látni a végeredményt. Valamikor, ha jól emlékszem, a 90-es években a Xerox határozta el, hogy papírmentes iroda
létesül nem sokára, és a papírt azt nélkülözni tudják. Hát a valóság az mindent felborított, a számítógépek korszerűsödésével nem hogy kevesebb, hanem több papír keletkezik, ugyanis az emberek kiváltképp szeretik papíron nézegetni azt, amit elkészítettek. A papír az még ma is egy alapvető információhordozó eszköz. A nyomtatók azok hosszú fejlődésen mentek keresztül, és ma ott tartunk, hogy igen kiváló minőségű nyomtatási képet érhetünk el az otthonunkban is. Az otthonokra jellemző nyomtatást azt leginkább a tintasugaras nyomtatókkal tudjuk elérni. A tintasugaras nyomtatóknak két nagyon egyszerű előnye van. Az egyik az, hogy viszonylag elfogadható áron tud színes nyomtatást is, a másik pedig az, hogy viszonylag csendesek, és bármilyen papír behelyezhető, amit az írószerben az ember megvásárol. Ahhoz, hogy kiváló fényképminőségű képet kapjunk, ahhoz egy kicsit borsosabban kell vásárolnunk, mind nyomtatót, mind papírt, mind pedig a nyomtatáshoz szükséges festékkellékeket. Ha ezeket megtesszük, akkor viszont fényképminőségű képeket kaphatunk. Sokak számára nem szükséges színesben nyomtatni, és nem szükségesek a képek olyan jó minőségben, tehát megelégszik a fekete-fehér minőséggel, viszont ha nagy mennyiségű papír előállításról van szó, akkor a másik fajta nyomtató, a lézernyomtató nagyon nagy segítséget adhat. Ugyanis ezek gazdaságosabban üzemeltethetők, de ezek ára az nyilván visszataszítja a felhasználókat attól, hogy beszerezzék. Pedig ha valakinek napi sok oldalt, tehát 30-40 oldalt, vagy ettől többet is kell nyomtatnia, akkor nem biztos, hogy rossz a beruházás a lézernyomtató, ha a színes minőséget nem akarja elérni. Sajnos a lézernyomtatókban a színes változatok rendkívül drágák, tehát ez itt már sok százezer forintról van szó, ezt általában nem vásárolják otthonra. Köszönjük figyelmüket! Következő adásunk témája a háttértárak lesznek, amivel két hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!